Tisztelt Országgyűlés, Dulcs Dávid, a Mi Hazánk képviselője. Azonnal képviselője, kérdést kíván feltenni az agrárminiszternek, mire számíthatnak a magyar gazdák a kormánytól, címmel öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. A mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozó ipar a magyar jövő alapja. Azért mondom ezt, mert hiába vannak hazánkban külföldi tulajdonú autógyárak, vagy hatalmas környezetszennyező elektronikai cégek, hiába hivatkozik a kormány a munkahely teremtésekre, ha a pénz elértéktelenedik, ha a fizetések az inflációt sem tudják követni, ha a boltok polcain az áruk értéke egyre feljebb megy. A hatósági árak bevezetése sem tarthat örökké. Kizárólag a nemzetgazdaság fejlesztése és a termelés saját kézben tartása érdekében meghozott intézkedések lehetnek tartósak, hiszen csak akkor tudunk függetlenedni a piac ingadozásaitól és a kiszolgáltatotti sortól, ha mindent, amit lehet, magunknak állítunk elő. Ehhez pedig az kell, hogy a multik helyett a magyar mikro, kis és középvállalkozásokat támogassuk, akik forrás hiányában nem képesek jól megművelni a földjeiket, vagy egyáltalán földet, gépeket, vagy tenyészállatokat, vagy a szükséges technológiát beszerezni. Az itt kapott kisebb terméshozam, a megfelelő technológia hiánya, az innováció helyett a 20. századi eszközök, a nem a kicsikre íródott agrárprogram mind-mind rányomják bélyegüket az ágazatra, az ágazatban dolgozók életminőségére, és összességében a társadalom életminőségére is. Ezért arra kell törekednünk, hogy támogassuk a gazdálkodókat, támogassuk azokat, akik még mindig makacsul ragaszkodnak a magyar földhöz és az abból történő embert próbáló megélhetéshez. Ne azokat a multikat támogassuk a válsághelyzet alatt, akik amúgy is megengedhetik maguknak a további növekedést, hanem azokat, akik önálló nemzetgazdaságunk motorjaivá válhatnak. Azt is érdemes lenne átgondolni, hogy a válság ide alatt nagyobb hangsúlyt fektessünk a most aktívá váló mezőgazdasági termelőkre, azok közül is a mikro, kis és középvállalkozásokra, hogy a nagy birtokrendszer helyett a családi gazdaságok rendszere épülhessen országunkba. Tehát a kérdésem, várhatnak-e a gazdák támogató intézkedéseket a kormánytól, lesz olyan rendelkezés, mely a nemzetgazdaság és elsősorban a mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar fejlesztésében fog gyors és hathatós segítséget hozni. Köszönöm képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. A kérdésre Farkas Sándor, miniszterhelyettes úr válaszol. Önnel szó, miniszterhelyettes úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, ha itt szóba akarnék válaszolni, azt mondanám röviden, igen. De hát azért ennél többről van szó. Mint ahogy az bizonyára ön előtt is ismert, Magyarország kormánya 2021-ben kidolgozta és elindította a megújuló vidék, megújuló agrárium programot, amelynek fő célja a gazdasági fejlődés, a minőségi élelmiszertermelés, a zöld jövő és természetesen a megújuló vidék is. Egyes célok teljesüléséhez intézkedés csomagokat is kidolgoztunk. A program végrehajtása érdekében vidékfejlesztési forrásokból 2020 őszétől 25 pályázati felhívást hirdettünk meg 1924 milliárd forint keretösszeggel. A felhívásokra több mint 53 ezer kérelem érkezett, 2760 milliárd forint támogatási igényel, amiből 40 ezer kérelem esetén 1820 milliárd forint támogatásról már döntés is született. A magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére 21 és 27 közötti időszakban soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre, hiszen a kormány 80%-os nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít az uniós agrárfejlesztési forrás mellé. A megemelt forráskeretnek köszönhetően a termelőtől a fogyasztóig a teljes vertikum olyan minőségi fejlesztést tapasztalhat, amelyre eddig nem volt példa a magyar agrárium történetében. Ami pedig a kics, és ön főre erre a kérdésre frekventálta a kérdéstét, ami pedig a kis és családi gazdaságok támogatását illeti, 2020. októberében jelent meg a kisüzemek támogatásáról szóló felhívás. A támogatási kérelmek benyújtása május 31-e volt. Összesen 17.309 kérelem érkezett be 94,2 milliárd forint igénnyel, amiből eddig 8.733 kérelem részesült 48 milliárd forint támogatásban. Biztosíthatom tehát, hogy a magyar gazdák és a teljes agrárium stabil helyzete biztosított az elkövetkezendő időszakban is. Köszönöm. Megköszönöm a miniszterhelyettes úr válaszát.